Elismerte a Magyar Államot képviselő ügyvéd, hogy a párttörténeti intézetnek pénz jár azért, mert őrzi a diktatúrában keletkezett párt és szakszervezeti iratokat. Az országgyűlésben 2012-ben a levéltári törvénybe írták, hogy ezek az iratok az állam tulajdonába mentek át. A Politikatörténeti Intézet azonban ingyen nem adta a kincseit, és az Alkotmánybírósághoz fordult. A testület 3 éve döntött úgy, hogy az iratok a köztulajdon részei, de az őrzési díjról akkor nem döntöttek. 3,5 éve fogadta el az országgyűlés a 4. alaptörvénymódosítást. A Politikatörténeti korában Párttörténeti Intézetnek emiatt haladéktalanul át kellett volna adni a iratait az országos levéltárnak, ám pénzt kért az őrzésükért. Az állam ezért fordult a bírósághoz. 28.655.053 forintot. Ennyi jár 2012. júliusától a szakértői szakvélemény szerint. Az állam jogi képviselője kifogásolta, hogy csak a Politikatörténeti Intézet kimutatásaiból tájékozódhatott a szakértő, de a bíró felhívta a figyelmét, az iratok része az a levelezés, amely szerint a Politikatörténeti Intézet többször felajánlotta, a kormány viszont nem akarta tudni, mennyibe kerül az iratok őrzése. A per megszűnhet, ha az állam fizet az iratokért. 30 nap alatt lebonyolíthatják a szükséges összegutalását és az iratkiadást is akár. A kérdés már csak az, hogy a kormány belemegye a bíró által javasolt egyességbe. Ez a 2012. június 1-jét jelöli meg a felelős őrzési időpontjának, vagyis azt az időszakot, amitől kezdve a levéltári törvény, majd később az alkotmánymódosítás kimondta, hogy ezek az anyagok állami tulajdonban vannak. Ebből az következik, hogy ez megalapozza a kártalanítási igényünket. Nagyjából 5 évvel ezelőtt értesítette a jó állam koncepciójának végrehajtásáért felelős kormánybiztos Gál András Levente, Földes Györgyöt, a Politikatörténeti Intézet igazgatóját, hogy ezt a mögöttem látható épületet és a benne őrzött pártiratokat, amelyek nagyon régiek, szóval, hogy ezeket elveszi a magyar állam egy törvényhozási aktussal. A mai bírósági döntés azt mondja ki, hogy ezt ingyenesen nincs joga a magyar államnak végrehajtani, és azért, hogy ezeket az iratokat megszerezze, bizony súlyos milliókat kell, hogy fizessen. Az épület sorsa és a kártalanítás összege a további bírósági pereken múlik, többek között Strasbourgtól is. A Híradóban Somos András riportját látták.